Ugye itt a tesztelőre azért itt térjünk kicsit ki, mert hogy hogyan állunk mi a tesztelőkhöz. Tehát a tesztelő a mi világunkban nem az, aki feltétlenül tesztel, hanem sokkal inkább az, aki átlátja azokat a tesztelési metódusokat és eszközöket, amiket használni kell, és elsősorban, meg másodsorban is megtanítja az értékláncban dolgozó kollégáknak azokat az eszközöket, meg eljárásokat, amivel hatékonyan lehet tesztelni. A hatékonyság az, hogy azt jelenti, hogy time to market versenyt akarok nyerni, és utána még kutat a következő tesztelési metódusokban, meg eljárásokban, és persze, hogyha ráér, Akkor emellett a tesztel. kettő mellett, akkor még tesztel. Nyilván az ideális állapot az lenne, ugyanúgy, mint ahogy vannak a fejlesztők, és van egy vezetőfejlesztő, aki már kevésbé fejleszt, hanem a módszerekkel foglalkozik, ilyen tesztelő is lenne, itt azért még nem tartunk, ettől messze van, tehát itt általában a legtöbb agilis csapatnál egy ilyen van, hírót lehet elképzelni, de nagyon jó, hogyha őt össze tudjuk hozni a fejlesztő csapattal, és nem ő a mumus, az ellenség, mert nagyon sok olyan csapatot Jó, láttunk, igen, ahol bizony. a tesztelő az így utálták. Egyrészt, mert mondjuk nem értette annyira, hogy mit kell neki tesztelni, ez nem az ő hibája volt, hanem ez egy inkább vezetői hiba, hogy ez nincs megtervezve, tehát ő terv nélkül kellett, hogy dolgozzon, és ezért így Jó, nehéz, ahol tehát, nincs hogy agilitás, ott szalad viszont a tesztelés. fejlesztők meg ráragudtak, mert hogy néha visszajöttek olyan hibák, amik amúgy nem hibák, hanem mondjuk feature-ök, vagy amúgy volt egy módosítás, és ő hozzá ez nem jutott el, tehát hogy azt látjuk, hogy a tesztelő az mindig egy ilyen kis, van egy ilyen kis kör, ott állnak az emberek, kicsit buliznak, és van oldalt egy tesztelő hátul, és akkor mindig lökik át, ő meg dobálja vissza, hogy itt vannak a hibajegyek, itt van, ezt csinálj meg, azt, és nagyon sokszor beleesnek abba, hogy adott esetben nem is a megfelelő emberre rakja rá a Én most tiketet. elveszem a szót, meg nem a Pedig ez megfelelő nagyon jó, ponton. ezt nagyon Azért szeretjük. veszem el a szót, mert én gyorsan kettőt hadd reagáljak. Egy, szerintem a tesztelő egy dev csapatban az sokkal inkább tesztmérnök, mint hogy a nyomogassa a frontendet. Ez azt jelenti Így van. számomra, hogy az ő feladata a teszt kézeknek a létrehozása. Az ő feladata nagyon sokszor a Customer Journey mappen belül meghatározni az elágazásokat, azokat az edge kézeket, amik vagy a mindennapi munkához tartozó eseteket, amik előfordulnak, És nem csak a devben, és hanem az megcsinálni akár egy értékláncban. UAT tesztnél azokat az eseteket, amiket utána majd tesztelni kell. Másfelől azért a tesztelő az nagyon sok automatizmus szokott létrehozni, tehát ezek bekerülnek a... Szerintem rosszul csináljuk, hogyha beszűkítjük ezt. Nem Tehát akarom amikor azt beszűkíteni, és mondjuk, hogy hogy miért. tesztelő, akkor igazából olyan, mintha azt mondanánk, hogy fejlesztő. Igen, Tehát a és hogy tesztelésen is van, azon belül is van, aki automatizált teszteket ír, azon belül is van olyan, aki mondjuk a user journey-t nézi meg, és ezen megy végig. Tehát nagyon sokféle rétű van, és így leszűkítettük, hogy a tesztelőre akartunk rátenni mindent. Nyilván a projekttől függ. Tehát maga a termék az, ami meghatározza, hogy oda milyen tesztelő kell. Tehát, hogy nem tudok most konkrét példát mondani, de hogyha valaki folyamatosan terhelésteszteket végez, és ebbe kiváló, lehet, hogy nem egy ilyen kis, nem tudom, webshopot kellene tesztelni, ahol inkább az a probléma más jellegét mutatja meg. Tehát nyilván igen, ott is és lehet hadd mondjam a átfedés. második Kérdést, kommentemet, vagy kommentemet, igen. hozzászólásomat, és utána Oda válaszol. alapoztam az előző, ugye Oda is tesszük akkor a teszt képernyőre. forgatókönyv, tehát ugye, ahogy ne. Az se, a tesztelési Igen, terv. és ha már a képernyőre megyünk, akkor ugye itt pont ugye egy GUI tesztet látok, és még jobban ráerősít a kommentemre, nem csak IT-ban van tesztelőre szükség, Abszolút. úgyhogy ezt gyorsan ki is nyitom. Már eleve elmondtuk az autóipart, nem tudok olyan gyártó, termelő, előállító, kutató iparágat, ahol ne lenne szükség. Ó, és a mechanizmusok viszont
csutkára ugyanazok. Igen. Tehát, hogy azon a Hétfőn szinten, voltunk ahol egy... ezt módszertanként nevesítjük, az agile testinget, abban a pontban ez nem IT-specifikus. Nyilván én az IT-szektorban dolgozóként ebből tudom hozni a gyakorlati példákat. Van egy kollégánk, akivel most alakul egy együttműködésünk, ő gyártásban és termékfejlesztésben és fizikai termékek előállításával foglalkozik. Ő valószínűleg azokat a példákat hozná be az agile testingbe, ami mondjuk egy Kínában megrendelt gyártósornak a videón való átnézése, még Kínában, hogy a szállítás előtt kiderüljön, hogy az tényleg úgy működik-e, és hogy lehet ezekre felkészülni. Tehát így megvan ez a vonal is. Lehet, hogy legközelebb elhívjuk őt, és ő is érdekeseket mesél. Ugye most hétfőn voltunk egy gyárban a kollégákkal, és csak amit mondtál, hogy a fejlesztők utálják a tesztelőt, de visszadobálgatja a dolgokat. Na, ugyanezt mondták el. Na, mondom, ők kik? Mert úgy, ja, azok a tesztelők, azokat utáljuk, mert folyton izé visszahaigálják. Na, figyelj, nem, lehet, nem az ő hibája. De, oh my God!